December 22-e csütörtök és április 15-e között lesz érvényben az igazgatási szünet a szekszárdi polgármesteri hivatalban. A módszer nem új keletű, az állami fenntartású ügyfélszolgálatokon már évek óta leállnak ilyenkor. Most a Tolnai megyeszékhelyen az energiaárak emelkedése miatt döntöttek így. Ez azt jelenti, hogy az ügyfélfogadás rendje változik az érintett időszakban. Az ügyfélfogadása az igazgatási szünetben a szociális osztálynak december 28-án szerdán és január 4-én szintén szerdán délelőtt 8-tól 12 óráig tudják fogadni az állampolgárokat, a rászorulókat, de nyilván az új telephelyükön a Bezerédi utca 2 szám alatt. Valamint anyakönyvi ügyeket lehet majd ebben az időszakban korlátozottan intézni. Ez azt jelenti, hogy a kórház, valamint a kegyeleti szolgáltatók munkatársai a születési és a halálozási adminisztrációt elvégezhetik, de például polgári esküvőre január 8-áig nem lesz lehetőség. Szeretném még felhívni a Szekszárd város lakosságának figyelmét arra, hogy a közgyűlés arról is döntött, hogy a fűtési szezon ideje alatt, tehát december 1-től április 15-éig pénteki napokon a hivatal zárva tart. Tehát akkor sem ügyfélfogadás, sem az ajtó zárva lesz, tehát nem is tudnak bejönni a hivatalba. Kérem, legyenek figyelemmel. Az igazgatási szünet tehát január 8-áig tart majd, április közepéig pedig péntekenként zárva lesz a szekszárdi polgármesteri hivatal az energiatakarékosság érdekében.